Hogy megértsük az infláció okát, először fel kell ismernünk, hogy az mindig és mindenhol egy monetáris jelenség. Mindig a túl sok pénz jelensége. Amikor a pénzmennyisége gyorsabban növekedik, mint ahogy az áruk és a szolgáltatások kibocsátása növekszik. Továbbá azt is fel kell ismernünk, hogy modern korunkban a kormányaink szabályozzák a pénzmennyiségét. Ebből kifolyólag az infláció Washingtonban keletkezik, és sehol másutt. Természetesen egyik kormány sem szeret felelősséget vállalni a rossz dolgokért, ahogy egyikünk sem. Mindannyian emberek vagyunk. Ha valami rossz történik, az nem a mi hibánk. A kormány pedig ugyanígy tesz, tehát nem vállal felelősséget az inflációért. Ha hallgatod az embereket Washingtonban, azt mondják neked, hogy az inflációt kapzsi üzletemberek, vagy folytogató szakszervezetek, vagy pazarló fogyasztók. Esetleg talán azok a szörnyű arab sejkek, akik produkálják. Persze, az üzletemberek kapzsiak, de ki nem az közülünk. A szakszervezetek követelőzőek, de ki nem az közülünk. És kétségtelen, hogy a fogyasztó hajlamos pazarolni, legalábbis mindenki szereti ezt gondolni a párjáról. De valójában egyikük sem termel inflációt azon egyszerű oknál fogva, hogy sem az üzletembereknek, sem a szakszervezeteknek sem a háziasszonyoknak nincs a pincéjében nyomda, amelyen előállíthatná azokat a zöld papírlapokat, amelyeket pénznek hívunk. Csak Washingtonban van ilyen nyomda, és ezért csak Washington képes inflációt produkálni. Ha hallgatunk a kommunista világ embereire, azt fogják mondani, hogy az infláció kapitalista jelenség. Ez nem igaz. Ha ma Európát nézzük, az egyik leggyorsabb inflációs ráta Európában Jugoszláviában volt, amely kommunista ország. Az egyik leglassabb inflációs ráta Svájcban volt, amely kapitalista ország. Tehát az infláció nem kapitalista jelenség, de nem is kommunista jelenség. Bár Svájcban alacsony az infláció, az Egyesült Királyságban az elmúlt években évi 20-25%-os inflációt mértek. Olaszországban is ma ilyen nagyságrendű az infláció. Az infláció nem kapitalista jelenség, nem kommunista jelenség, hanem nyomda jelenség. De azzal, hogy azt mondjuk, hogy az infláció egy nyomda jelenség, és a pénztózat mennyisége okozza, még mindig csak a probléma elején vagyunk. Ez ugyanis önmagában nem magyarázat. Fel kell tennünk a kérdést. Miért van az, hogy a pénzmennyisége túl gyorsan nő? Alapvetően három okot látok manapság arra, amiért inflációt tapasztalunk. Az első és messze a legfontosabb a kormányzati kiadások fedezése. Persze mondhatnám, hogy ezt a kormányzat teszi, de ez nem volna igaz. Nem a kormány az okozója. Önök azok. Én vagyok. Mi polgárok vagyunk azokai. Mert a következőt mondjuk a washingtoni embereinknek, kongresszusi képviselőknek, szenátorainknak. Azt akarjuk, hogy több pénzt költsetek ránk, de azt nem akarjuk, hogy adót vessetek ki ránk. Ó, nem. Adóból nem kérünk. Költs többet, és lehetőleg adóztas kevesebbet. Az igazság az, hogy az egyiket a másik nélkül nem lehet megcsinálni. Az amerikai nép valódi adója az, amit a kormány költ. Ha a kormány 450 milliárd dollárt költ, és csak 400 milliárd dollár adót szed be, akkor kifizeti azt a másik 50 milliárd dollárt? Önök fizetik. Én is fizetem. És az egyik módja annak, ahogy mi ezt fizetjük, az egy adó, amelyet úgy hívnak, hogy infláció. Az infláció ebből a szempontból az adózás egyik formája. Ha a kormány többet költ, mint amennyi adót bevesz, akkor a különbözetet vagy pénznyomtatással, vagy kölcsönökkel kell fedeznie. A pénznyomtatás nagyon vonzó eszköz, mert a vele járó infláció a kongresszusban vagy a szenátusban ülő ember szempontjából egy csodálatos adó. Nem kell rá szavaznia. Ismertél már olyan kongresszusi képviselőt, aki felállt és azt mondta: „A Amellett szavazok, hogy jövőre 10%-os infláció formájában adót vessenek ki. Nincs ilyen. Az infláció olyan adó, amelyet képviselet nélkül vetnek ki, és amelyre senkinek sem kell szavaznia. És persze ez egy csodálatos adó egy olyan kongresszusi képviselő szemszögéből, aki megpróbál megfelelni a választói azon igényeinek, hogy többet költsenek.